Sok szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, az Eurosporton Sipos Jánost és Kniz Jenőt hallják. Következik a Giro d'Italia második szakasza. Cefalúból Agrigentóba mennek, tehát gyakorlatilag a Szicíliát keresztül szelik, északról délfelé. 207 kilométer lesz majd a mai táv hossza. És ráadásul Agrigento, ahova érkeznek, 2004-ben, illetve 94-ben ott volt világbajnokság, Luc Leban győzött Chiappucci előtt, itt pedig még a tegnapi öröm, a Slipstream csapata megnyerte ugye a prologot, és Van de Velde pedig átvette a rózsaszínű mezt. Zabriskie az amerikai bajnok, minden csillagos, csíkos. Csillagos ötös volt tegnap, amit csináltak. Mellette a kanadai időfutam bajnok, Jesjedal. Ők esőben mentek, aztán később az eső elállt és fölszáradt az út, úgyhogy mondjuk a CSC-nek még ez is kedvezhetett volna, de nem tudtak élni a lehetőséggel. Így aztán az összetettben, ugye, mint említetted, Van de Velde vezet, mögötte aztán Zabriskie, Hesjedal, Dean, Backstedt, Blauzun, Sørensen, Maggi, aztán O'Grady és McCartney, ez az első tíz. Nyilukáék csapata, ugye ő a címvédő, most nem volt a célba, hogy kivel balhézon, mert nem nyertek. Tavaly ugye emlékezettünk rá, az aztán a csapata, akitől sokan többet vártak. Állít a Contador volt nagyon gyenge a csapatban. Hát majd meglátjuk ezt, ugye tegnap elmondtuk sokszor, hogy nem ezen az első napon dőlt el semmi sem. Hosszú még a verseny Milánóig. És Agrigentóba megy tehát a mezőny. Majd Agrigentóról egy kicsit később, meg erről az útvonalról is. Ez a vulkánikus kőzetű Szicílián keresztül megy, de inkább mészkő talaj ez a rész. Na itt mutatják, Cefalúból, a szép kis üdülővárosból indultak, és át kell jönni keresztbe a hegyeken, és akkor beérkeznek Agrigentóba, még egy kör teljesítenek, majdnem, hogy azon a pályán, ahol a világbajnokságot rendezték 1994-ben, ott Favara környékén. Zabriskie. Ajaj. Ez ráadásul komolynak ez tűnik. Ez nagyon komolynak tűnik ez a bukás. Sisakot most veszik le róla szerencsétlenről. Hát... Aztárloa volt, aki feladtam a versenyt, mert ő megbetegedett, úgyhogy nem állt rajthoz. Az kulcsont lesz. Kulcsontörés lesz. Lehet, hogy nincs meg a bukás képe. Operatőr végre eltalálja az élességet? Sajnos a többnapos versenyeken a első szakaszokon mindig benne van a bukás veszély. Épp az előbb mutatták az amerikai fiút még, milyen vidáman tekert a prológ, illetve az első szakaszon. Mindig prológnak mondom, mert gyakorlatilag a nyitánya volt a verseny, csak hát nem lehet nevezni prológnak. Hát nem fog visszaülni Zabriskie. Szerintem az lehetett, hogy itt a sínen átmenetkor keresztbe mentek, és valaki elvitte a kerekét. Jó hír egyébként Olaszországból szintén. A Fiori nevű többnapos verseny, ami az egyik legnagyobb amatőr verseny. A mai szakaszon az olimpiára készülő és utazó Kusztor Péter negyedik lett, ami nagyon-nagyon nagy dolog. A Pénívó Beton Express kerekese. Úgy látom, ez nincsen élőképünk, mert ez pedig a befutó. 4 óra 33 perce jöttek, ott lehetett látni, ment az óra. Na itt van Agrigento, és akkor egy kicsit beszéljünk erről. Ez gyakorlatilag az UNESCO világörökségének a része, és ez a templomok völgye. Korábban egyébként a városnak más volt a neve. Agrakasz néven még a görögök alapították Krisztus előtt 6. században. A földközi tenger ellenőrzése véget, ugye ez Dél-Szicíliában van. Agrigento kikötőjének építéshez hordtak nagyon sok követ. Ennek ellenére a földrengések után fennmaradt a régészeti lelőhely tipikus görög templomokkal, mint az Akropoliszon járnánk. Lényegében ez egy szabadtéri múzeum, látogatóközpont sétányokkal. A görög mellett egy színház jegyében a római kor is képviselteti magát. A szökevények ketten. 2.16 egyébként az előnye. Már Jérémy Roy a La Française de Jeu-ből.
annyit mondtak, hogy Contador is benne volt a bukásban, és kapunk majd róla, azt mondták, később megmondják, hogy pontosan mi történt vele. Azt nem tudjuk, hogy most ő feladta el, vagy nem adta fel, csak hogy valami történt Contadorral, és lehet, hogy aztán visszaült. Igen, sajnos elég rosszak az utak. Már gondolom azért végignézték a szervezők. De a szökevények rájöttek arra, hogy nem tudnak hazaérni. Érdekes befutó lesz majd itt a vége. Ez itt már egyenes, de míg fölérkeznek ide a városba, ott azért van emelkedő. Itt volt egyébként a világbajnokságon is a befutó. Lükleban jelentős előnnyel győzött. Hát gyakorlatilag 200 méter a szintkülönbség. 40-ről 2-43-ra mennek na föl. Itt van ez a Akropoliszhoz hasonló építmény a templomok völgyében. Szicíliai Appenninek hegységen keresztül jön a mezőny, a La Madone hegység legmagasabban nyúló területén keresztül, a legmagasabb csúcsokat mészkő alkotja, a meredek oldalakon növénytermesztése nincs mód, az északi oldal jobban erdősült, a déli kopárabb. Itt vezet a Palermo-Catania autópálya, impozáns hidakkal, alagutakkal, de gyérforgalommal. Agrigento felé közeledve a hegység után a szicíliai dombvidékre érkeznek a kerekesek. Ezekben a redőboltozatokban keletkeztek a sziget olajtartaléka is. A domborzat jó részt követi a technonikát, redőboltozatok dombok, míg redőteknők mélyedések formájában van jelen. Ez a kőzetanyag néhol befolyásolva van, ahol a régi teknő a mai kiemelkedéseket mutatja. Na itt van. Láthattuk, hogy osztogatják a különféle szóróajándékokat a befutónál. Ezek maradtak meg a földrengés után, ezek az építmények. Turistáknak. Turisticcom tempom sétálgatnak. Hát úgy néz ki, hogy reklámozni fogunk, mert az élő kép összeköttetés egy picikét akadozik jelen pillanatban. Gondolom megpróbálják majd helyre pofozni a technikust, ha elaludt. És amiatt nincsen kép. Na szóval viccet félretéve nem sokára reklámozni fogunk, és reméljük, hogy utána már jobb lesz majd a kép, mert gyakorlatilag itt a célegyenesen kívül és a szökevényeken kívül sok mindent nem tudunk mutatni. Among the sporting highlights on the way next week, the Giro, the three-week journey in pursuit of the pink jersey. Breathtaking views, breathless racing. Hát kérem szépen, itt a osztrák bajnok, Van Berger, itt pedig a két szökevény, akik megvárják. A főmezőny 49,6 km van, egy kicsit vizesnek tűnik a képernyő, remélhetőleg nem esik az eső. Volt már több mint 10 perc előnye a két szökevénynek, de aztán rájöttek arra, hogy teljesen felesleges küzdeni. Viszont a képpel gondok vannak, ez megint Agrigento a cél. Van, akinek páholya van. Alkalmi páholy, az erkély. Na itt van Agrigento, ide kell följönni egyébként majd, ez itt a emelkedés, ott van lenne a templomok völgye. Itt rendezték, mondom, 1994-ben a világbajnokságot, és itt dőlt el Lükleblan, utolsó előtti körben szökött meg Chiappuccitól. És most éri utol a mezőny a szökevényeket, csöpög az eső. Az pedig nem jelent jó ezeken az utakon, hogyha esik az eső, általában a meleg miatt, ez a gumi, meg az olaj, teljesen bele van kenődve az aszfaltba. Nyáron egyébként olyan, mintha ilyen olajos szurkos lenne az út. Együtt a mezőny, ahogy jelzik. És Zabriski ugye bukott, itt is vigyázni kell, majd jelzik, hogy érdekes kanyarok jönnek. Nem szeretnek egyébként a déli részen versenyezni a bringások. Elég sok bukás volt a korábbi években is. Na de hát egy olasz körversenyt nem lehet dél nélkül megrendezni. Itt pedig most Magnus Backstedtet látjuk. Ő a svéd bajnok. Ennek megfelelően a Swift címnél ugye a mezőnyversenyt ő nyerte a svéd bajnokságon, és így a svéd bajnoki trikóban viszi a sort. Közel 90 kilójával
nyert már Paris-Roubaix versenyt. Megnézzük, hogy hogy állnak az esélyesek majd, miközben Buxtettet látjuk. Előre a Slipstream csapata. Millar minden bajnoki címet megszerzett mezőnyversenyt, időfutam versenyt. Egyébként a mai szakaszra Bettinit és Zabelt és Dilukát jelölik esélyesnek. Nibali 9 másodperce van, Pelizzotti 9-re, Soler 14 másodperce, Diluca, Savoldel és Leipheimer. No, itt van Van de Velde a rózsaszínű trikóban, a kisképen. David Millar és a többiek. Nézzük tovább, ugye természetesen Klöden is, Contador is esélyes, Simoni, Ruano, Rico és Menchov. Egyébként az összetett versenyben az utolsó helyen Perez Kuapio áll, ő a 197. és ettől az évtől kezdve fekete rajtszámot kap. Az utolsó helyezett, régen ugye ő vitte a bányászlámpát. De mindenkinek fekete rajtszáma van. De fekete alapon, fehér rajtszáma alapon van? Fehér, igen. Szegény. Legalábbis így jelezték. Szegény Perez. Na ott van, de nincs semmi. Nincs rajta semmi. Meghallott az orosz rendező, hogy miről beszélsz. Igen. Ő áll az utolsó helyen egyébként, Perez Kuapio. Akkor ez csak egy legenda. Várjál. Volt. Nézzük a rajtszámokat. Az teljesen normális rajtszáma van. Igen. Már egy picikét lapszemlézzünk, én azt javallom. A ma megjelent olasz lapokból, a La Gazzetta dello Sport címlapján az Inter, ugye? Az Internazionale olasz foci csapatról írnak legfőképpen, de ott van a kerékpár is a címlapon, Van de Velde és Palermo rózsaszínben írták a címlapon. Azt nyilatkozta Van de Velde a Gazettának, hogy ez a legnagyobb pillanat. Bocsáss meg, Bettini és Zabel talált Bettini magának egy beszélgető partnert, a két nagy öreg. Azt mondta Van de Velde, hogy ez a legnagyobb pillanat eddigi pályafutásomban. Nem gondoltam volna, hogy ennyire jól zárunk majd az első napon. Boldog vagyok, hogy a csapat is, hisz nagyon sokat dolgoztunk ezen az időfutamon. Nem tudom, mi lesz a rózsaszínű trikó sorsa, az biztos, hogy nem lesz egyszerű megvédeni, ezért is lesz nehéz szakasz a vasárnapi. Megkérdezték Van de Veldétől, hogy mennyi ideig viselheti a Meyer-rózsát. Azt mondta, hogy ötletem sincsen, próbáljuk napról napra védeni, amennyiben ez lehetséges, talán 2-3 napig lehet rajtam a trikó. Giovanni Visconti azt mondta, hogy egy kicsivel többet is ki lehetett volna hozni a tegnapból, ő 20%-ot mondott. Szóval holnap Agrigentóba érkezünk a stadionhoz, ahol nagyon sokan szurkolnak majd értem, úgyhogy szeretnék nyerni. Dean-t látjuk, az új-zélandi bajnokot, ő is benne volt a bukásban, Julian Dean. Mert hogy ugye Visconti szicíliai, úgyhogy Agrigentóba sokan szurkolnak érte. Enrico Gasparotto azt mondta, hogy nem vagyunk meglepve az első nap után. Én január óta erre az időfutamra készültem. Sok embertől nem vártam volna ilyen szereplést, de hát a cél végül is Milánóban van. A Corriere dello Sport, ez egy római székhelyű lap, azt írja a címlapon, Van de Velde az első rózsaszín trikós. Azt nyilatkozta nekik, hogy az én sikerem a tiszta kerékpár győzelme fontos nekem és az egész sportágnak is. Valamint volt Eddie Merckx-el egy interjú, egy korábbi gazettában, hogy aki 1967-ben indult először a Giron 22 évesen, megkérdezték tőle, hogy emlékszik, hogy melyik volt az első olasz körversenye. Azt mondta, hogy nagyon nagy élmény volt neki. Akkor egy kerékpárosnak két dolog volt fontos, a Giro és a Tour, mondta Eddie Merckx. Kit tart a verseny esélyeseinek, Contadort vagy Klödent, de ez persze függ a szakaszokon mutatott formájuktól, és még Dilukát is. A fiatalok közül azt mondta, hogy Nibali lehet, aki az összetettben jó helyen végez, Visconti egy-két szakaszon, Rico pedig mindkét kategóriában ott lehet majd az élen. Egyébként lehet, hogy május 25-e után ellátogat a Giro d'Italiára, addig megy Kanadába, ahol ugye
Axel Merckx ott él a feleségével és családjával, és ha minden jól megy, akkor az utolsó hétre visszajön Eddy Merckx, és tiszteletét teszi a Giro d'Italián. Graham Brown, az egyik jó sprinter, őt látjuk itt. Bár ez nem a sprinterek napja lesz ezen az emelkedőn, ki kell bírni ezt az emelkedőt. Bettini Zabelt emlegetik, már korábban is mondtam. Itt pedig Van de Velde. Az amerikai. Függetlenített mellszobrász készítette ezeket a trikókat. Nyipszigésből. A Slipstream csapatában van új-zélandi bajnok, brit bajnok. Ez itt pedig Ausztrál fiú, Egyesült Államok bajnoka. Igen, itt pedig Diluka. Kanadai bajnok. Elmondtad már, hogy Simone melyik csapat színeiben indul? Igen, azt rád vártam egy kicsit, hogy mondd el. A PVC. Én rövidíteni fogok. Dicu Giovanni. Androni. Giocatelli. Locatelli. Locatelli is itt van a Locatelli csapatban. Seramanti PVC. Dicu Giovanni. Androni Giocatelli. Ez a csapat neve hivatalosan, de ezt nem fogjuk sokszor elmondani. Egyébként, hogyha bárkinek lenne kérdése, szokásos Eurosportos fórumon, a honlapunkon www.hu.eurosport.com fórumrovat, kerékpáros topik, ott vagyunk megtalálhatóak. Csak úgy jelzem, nincs ám nagy menés. Ezzel számítani lehet rá, hogy... Várható volt. Nem nagyon. 45 kilométer van még hátra, több mint egy óra. Igen, 3/4-6-ra beérnek. Dint láttuk. Förster is ott van elől. Van de Velde természetesen a fókuszban. Förster. Frőzi, a népszerű Frőzi. Igen, meglátja a hegyeket, megfordul. Magyar szurkolók is nagyon szeretik egyébként. Népszerű. Igen, hát ez mindig így szokott lenni a nagy körversenyek első hetében, hogy olyan túl nagy tempó nincsen. Nem szaggatják szét az istrángot. Hogy attól nem kell félni, hogy a szökevények hazaérnek, úgyhogy ezzel a tempóval is szépen könnyedén utolérik őket, ott vannak bent Bettiniék továbbra, és ott beszélgetnek. Valjevic, szlovén bajnoki trikóban. Igen. Na itt van az útvonal. Hol van a Kalmapirinünk? Kalmapirin nincs most. Itt már ez Favara, ott, igen, ott mennek le a tengerpart az Agrigentónál. Ott tovább, és aztán visszajönnek. Föl a célhoz, és mennek még egy kör. Ennyi így. Püty, oda föl. Backstedt elől. Továbbra is, most már nem engednek el senkit. Az utolsó néhány kilométeren fog majd eldőlni a mai szakasz. Rebellin. Gruppo Compatto van. Igen, az utolsó emelkedő, mert előtte is van egy kisebb kis dombocska, de... Mennek egy kört. Egyszer átmennek a célnál. Mennek egy komplett kört. Klöden. Mindegy, az a lényeg, hogy ott még nem nagyon fog eldőlni semmi, bár ki tudja, inkább az utolsó rohamon dőlhet el a dolog, az utolsó pár kilométeren. Joaquim Rodriguez ott a spanyol bajnoki mezben, piros-sárga. Uh-huh.
McEwen. Operatőr is szemezget a mezőnyben. Hát ez nem azért befutója lesz bár. Ha kibírja ott azt az emelkedőt. Freire Gomeznek jó lenne egy ilyen befutó a végén. Igen. 12 szakasz győzelme van már a Giron Roy McEwennek. Ott volt Zabel. Förster 91-essel. Abszolút nyugodtan kezdik az első szakasz. Az elején voltak a hegyeken villogások. Meg szerintem azért ez a bukás is. Simpson úr is nézi a versenyt. Szóval ez a bukás sem tett Simpson? Neki. Simpson. Tényleg? Igen. Ez milyen, honnan van ez? Ez valami amerikai rajzfilm sorozat. Bart Simpson valami, nem igen? Tudom. Igen, ilyesmi. Azt hittem az amerikai színész hasonlít a Rintintinre. Azt az O.J. Simpson, de nem, ez nem az. Leragadtam a Szabó családban a kancler Francinál, úgyhogy nekem itt mondhatsz ilyeneket. Ez a Simpson család volt. Simpson. Valamelyik abból. Egyik kedves néző humorosan beírta, hogy Spartacus is a mezőnyben teker, mert hát ő is szicíliai születésű. Visconti az olasz bajnok itt, az olasz bajnoki mezben. Ez melyik, ez a nyíregyházi Spartacus? Nyíregyházi Spartacus. Nyírség. Na nézzük, hogy hol jár a mezőny. Ott. Castro Filippo előtt a rózsaszín Kálmopirin. Csak megjött. Ön a szerencsés sorsolás, amikor begurul egy golyó. Na hát akkor félretéve a tréfát, kontrollálja a mezőnyt a Swift Team csapata. Nyújt, lazít. Millar. Harate. Volt spanyol bajnok. Sziasztok, a Quickstepből. 40 kilométer van még. Abszolút együtt a mezőny. Hátul beszélgetnek, kormányozni kell csak a mezőnyben. Átjöttek már a hegyeken. Uh-huh. Vízhordók hátra jöttek a kísérőkocsikhoz előre vinni a kulacsokat. Tehát 1990 rendezték az első versenyt. 1933 óta van a legjobb hegyi menőnek járó külön díj. 1966 óta díjazzák a pontverseny legjobbját. Aztán 89-től a Intergirót. Megjött a polícia. 76-tól pedig a legfiatalabb versenyzőt. Itt van Perez Kuapio mezőny végén, hát ahogy az kell. Az öreg Giovanni. Körülnézett, tutto bene. És elment grappát is. És elment grappát inni. Por favore, una grappa. Egy kis Chianti még belefér. A rabobankosok kozoncsuk és lővik. Hány, azt mondja, a versenyzők, ugye, akik viselték a rózsaszín trikót nemzetenkénti leosztásban. És ugye az utolsó, akik viselték. Igen. Franciák 17 napot töltöttek rózsaszín trikóban, az utolsó Jalabert volt. És így tovább. Bly Lévens, milyen jó kis sprinter volt. Farm Fritz, meg TVM, emlékszel még? TVM, Jerome, Bly Lévens. Bettin itt mutatják. Mindig a diktátor. Hú,
Juan Carlos Dominguez Rodríguez Fernández volt a spanyolok közül az utolsó. Nyilván egy nyomasztó olasz fölény van. Magnus Baxter, Dean hozott egy kis frissítőt. Ott kérem, be van szépen dolgozva kulacs 1, kulacs 2. Nézzük a másik oldalát is majd ennek a feliratnak. Ausztrália, McEwen, németeknél Polák, svédeknél Prím, oroszoknál Tonkov, Gonchar, Van de Velde. A másik, aki viselte, az Hemsten volt, aki meg is nyerte a Girot. Prím az mikor? Prím? Mikor ment ilyen Prímám? Kérlek szépen, Prím a 70-es években volt. Akkor volt a Johansson Prím. Svéd 100 kilométeres csapat. Amatőrben versenyeztem vele. Segerzár Prím. Perez Kuapiót nagyon szereti a rendező. Akkor volt Henny Kuiper, Neteman, Jan Rász. Ott a rajtszáma, nézd oda. Mondom, hogy fekete alapon fehér. A negra numera, negra. Negra numera. Ez a bünti rajtszám. Mi jó, hogy nem Vasöntöde környékén járnak. Igen. Mit kaptak? Bugát? Bugát az első öntésből, Szalinvárosban. Igen, mert szónap magaddal kell vinned. Osztyapenko emlékverseny volt. Álltunk a szobornál. A Osztyapenkónál? Hotel Vinnél ott kicsit ki. Igen. Nagyon jó. Jelentésbeadás. Április 4-én volt mindig. Hivatalos szezonnyitó. És a régi Balatoni úton. Régi Balatoni úton, a nagy betonlapos úton. Kamaraerdő, Érd. A Patkó. Patkó az nem az, az a gödöllői illető. Nem, hogy... hát is van az, ott, hogy hát mész az a Kamaraerdő. Nagy... Ja, hát nekem az a Patkó, hát igen. A nem az, igazi, nem az igazi patkó. Az Gödöllőné van, vagy a régi nagyok mondták, nem a Gödöllői országút, a Gödöllei, mint a Dödölle. Dödölle. Szegény Józsi bácsi kiírta, hogy volt Dunakupa kerékpárverseny, de a Dunakupát kéten elírt, hogy Dunakupa. Dunna. Mondtam, hogy párnakupa is van. Azt majd... Az a kisebb verseny. A Dunakupa nagyobb verseny, a párnakupa kisebb verseny. És akkor megkaptátok a bugát. Ez szép volt. Na most az egy picit belendültek. Lefele megy az út. Igen. 34-en. Az átlag eddig annyi volt. Hát... Mondom, a rőzseszedő nénike kerékpára beállhatna a mezőnybe. Látszik, egy Bettini elő volt. Belőle ment beszélgetni. Utolsó 15 kilométeren lesz menés majd. Igen, jönnek lefelé a magaslatról. Átértek ezen a emelkedőn, ami ott volt, ami a Szicília közepén magasodik. Annak egyébként a folytatása a másik oldalon az Etna. Holnap egyébként majd látjuk. Nagyon helyes. Catania mellett. Fanberger itt az osztrák bajnok. Igen, megkerülik a Etnát. Ez a Lamadoni hegységen jöttek át. Egyébként nem kaptunk külön hírt a bukásról, annyit tudunk, hogy Contador továbbment, és Zabriskie egyelőre úgy néz ki, hogy feladta a versenyt. Igen, ott betolták a mentőautóba, és hát azt láttuk, hogy Dean is például belekeveredett ebbe a bukásba, még többen rajtuk kívül. Ez itt Morabito az Astanából. Úgy hozzáteszem, hogy ezen a vidéken nagyon-nagyon prima házi kolbászt lehet kapni. Zseniálisak itt ezek a dolgok Sziciliában. Igen.
mész fölfelé itt a hegyekbe, és ilyen parasztházakba bemész, ott ki vannak akaszgatva, megállsz, veszel, zseniális. Eurokompatibilis? Abszolút. Házilag készült, soha semmi bajod nem lesz tőle, viszont finom. Ilyen szabvány, HCCP szabványnak nem felel meg, viszont nagyon jó, és 1500 éve úgy készítik azon a vidéken. Milyen szabványokat mondasz itt nekem? HCCP, meg a CCCP, ISO 2001. Megszedték, diktálják elől a tempót. Ilyen autóútszerű korláttal megoldva. Ez egész jó minőségű az út volt eddig. Valamelyest javítottak rajta. Annyit kell tudni még Szicíliáról, hogy bizonyos érdekkörök nem nagyon engedik, hogy integrálódjon a csizmával. Tehát folyamatosan megakadályozzák például a messinai híd megépítését. Ezek az érdekkörök, ki ez a Cosa Nostra vagy? Igen. Ja, jó, értem. Milyen szépen mondta érdekkörök. Ugyanakkor nagyon sok házat látsz, hogy lobbisták, hogy alul bepucolva, de például a második és harmadik emelet az már nincs bepucolva. Tehát vakolatlan, igen. Jó, tehát azt azért leszögezzük, hogy Szicília az nem tartozik Olaszország gazdag tartományai közé, tehát itt azért viszonylag szegények az emberek, dacára annak, hogy nagy kikötők vannak, Palermo, Catania, tehát a hajóforgalom elég nagy, és hát a idegen forgalomból egész tisztességesen megélnek. Mondjuk egy picit gazdagabb Szicília, mint mondjuk az olasz csizma déli tartományai. Hát meg Szardénia szigetet láthattuk, hogy hát Szardénia az egy gazdag sziget. Az egy gazdag sziget? Az egy nagyon gazdag sziget. Ott én nagyon szeretnék ott egy nyaralót. Szardinián. A Korzika is lehet. Nyitó is van hozzá? Az. Ilyen tekerős. Tekerős. Régen most már nem adnak hozzá. Sőt, nem tudom, most csomagolnak-e mellé, tudod, ezt a kis pici kamszlit, amivel ott végig kell. De a tekerős az jó volt, és most már nincs olyan tekerős. Én a nagy késsel. Hadd folyjon ki. Hadd serkenjen a vér az ujjadból? Igen. Diktálják szépen a tempót. Elől. Na, Contador? Ez ott Bingen Fernández 26-os? Volt. 26-os az nem, az előbb mondtam, a Morabito. Morabito is benne volt a bukásban. A svájci fiú. Ő is benne volt a bukásban. Itt van Bingen Fernández 53-assal, a 142-essel pedig a Rabobankból Graham Brown. Ő az ausztrál. Emelkedik az út. Danny Pate, ő nyert már időfutam világbajnokságot. Korosztályban. Itt volt Van de Velde. Simoni szépen megbújik a mezőnyben. Ez az utolsó Giro, amin részt vesz. Riccót keresik, itt van aztán Riccó. Igen. 151-es Ott át kenyeregből, igen. Hát Simonék, Riccóék tudják, hogy itt még ez messze nem a vége. Simoni talán a legtapasztaltabb az egész mezőnyben, Giro d'Italia ügyben. Hát, ha meg lesz neki a harmadik. Viszont 4 kilométeres sebességgel hasítanak. Brusegin. Milár. Egy Zabriskynek milyen klassz kis bajusza meg szakála volt. Láttad? A három testőn. Igen. Stílusban. Nekem is egyből az jutott eszembe. Hát
olasz zászló. Kis falucska apraja nagyja, 30. Trenta kilométri, Trenta. Sőt, most már 29,8 kilométer pontosan. Egy ilyen bemutató jellegű szakasz ez, egészen, amíg Agrigentóban nem érnek, ott aztán majd lesz egy nagy rohanás. Favarában vagyunk. Na ez itt már, itt már közel vagyunk, ez a világbajnokság körpályáján már benne volt. Igen, az utolsó nagy város Agrigento előtt még. Kényelmes a menet. Azért Backstedték, dolgoznak elő. Bezárva az üzletek, pünkös vasárnap van. Még a bevásárlóközpontok is zárva vannak. No. Gyönyörű templommal. Három hajós. És egybe van a harangtorony. Mint hogyha cseperegne az eső. Jól látom. Igen, ezt. Észak-Olaszországban általában úgy van, hogy a templom mellett van egy külön harangtorony. Itt azért majdnem, hogy külön áll, de mégiscsak egybe van építve a harangtorony a templommal. Ez egy viszonylag nagyobb város, ez Favara itt. Ó, pikpak lenyomtak egy 5 kilométert, már csak 25. Fél után beérkeznek. Párás meleg van egyébként, és csöpög az eső. Még hagyján csak ne kezdjen el jobban esni, mert akkor nagyon csúszós lesz az út. Az egy-egy csepp, ez még rendben van. Egyelőre változás nincs, a Slipstream vigyázza a rózsaszín trikósát, a mezőnyben pedig a többiek utaznak. Szokásos recept szerint halad a mezőny. Kolom 30 éves, Facci 26 éves, Adam Hansen pedig ma 27 éves, úgyhogy három születésnapos is van a mezőnyben. Na tessék. Bettinit mutatják, pörgős átétellel megy. Meg ott van Di Lucáék, ott vannak előtte, mert a szürke. Aki a mai szakaszt megnyeri, az átveheti a pontrikót. Gondolom Rebellin is igyekszik majd. Tényleg az a szerencsét, úgy látszik, megcsinálták az utat. Igen, nagyon sokan kijavították. Igen. Most halad a mezőny szépen. Lefelé is jönnek egy picit.
és már érzik a vérszagot. Nem sokára az utolsó 20 kilométeres kapuhoz jönnek. Belendül a mezőny. Még egy reklám lesz, és utána egészen a befutóig nem lesz reklám. Danny Pate elől, az amerikai fiú. Én az ember még így ismerkedik a mezőnyét az első napokban. Igen, mozgást figyeli. Igen. Ki merre helyezkedik, mit csinál, hogyan mozog. Hát majd kialakul lesz szépen. Majd persze. Nyilván a nagyok azok semmit nem mutatnak, még az nem is kell, nem az ő idejük. Majd lesznek kisebb-nagyobb emelkedők. A negyedik szakaszon már például lesz egy nagyobb hegy az elején. De aztán sokáig tényleg laposan mennek, és a 14. szakasz lesz az első. Ott van Van de Velde, előverészkedett ő is. Kérdezik, hogy Tom Boonen itt van a mezőnyben, a Quick-Step csapata nem nevezte Boonent a Giro d'Italiára. Hogy néz ki az út, ott van festék folyt keresztbe. Sajnos továbbra is itt a objektíven lehet látni, hogy vízcseppes. Ezek szerint csöpörög az eső. Kicsit jobban elkezd esni az eső, akkor veszélyes lesz a pálya. Uh-huh. Ezért aztán mennek előre mennek az okosok. De szurkolok, hogy ez ne legyen. A tengerpart felől hamar jön a lesőfelhő. Ugye ennek szembe van a tenger. Pedig egyre jobban vizes az objektív. Magnus Backstedt pedig stabilan ül a kerékpárján. Ott Paolo, ott van. Csak figyel, Diluka mögött. Diluka és Bettin egymás mellett jönnek. Mellett, mögött. Ott van Diluka egyessel, és ott van mögött, ott van még Pedicotti is közben. Visconti. Belül az utolsó 20 kilométerem. Visconti megy szépen előre, előtte meg az ausztrál bajnok. Mindjárt megmásszák azt az emelkedőt, amit a végén is megmásznak. Gyakorlatilag most vannak az Agrigentói emelkedő előtt. Ez a Viale della Vittorián kell majd fölmenni. Danny Pate továbbra is hatalmas iramot diktál elől. Magnus Backstedttel ez kiadott műsortal eltérően ezt kell csinálni. Nem ülpétlenül. Nem ülpétlenül, igen. Együtt tehát a mezőny. Itt a Cofidis-esek jöttek előre.
De Buffaz, Devert, Bingen, Fernandez, Hartmann, Zampieri, Ugi, Monnier, Nuyens és Verbrugge a Cofidis csapata, és jönnek előre Dilukáék is most már, az ő csapata. Matthew Lloyd ugye az ausztrál bajnok. Chiarini jön most előre a szürkék közül. Meg egy fél óra. Most már mindenki szeretne előre menni. De hát keskeny az út. Mencsov. A jó öreg Gyenis. Ott van Van de Velde. Azt mondta, hogy 2-3 napig talán meg tudja tartani a Meyer Rózát, ez a cél. Zabel. Zabel, igen. Pedig Mencsov. Millar. Ez a szokásos. Svájci Morabito. Mindig őt találja meg az operatőr. Ő is benne volt egy bukásban, úgy látszik. Egészen a sor végén. Kuapio. Fekete-fehér rajtszámával. Nem megy előre tolakodni. Mindjárt megérkeznek Agrigentóba. Hát gyakorlatilag ez itt már az. Csak föl kell menni a hegyre. Millar és Dean egymás mellett, Diluka. Ilyen furcsa, Stuttgartban előttünk ült egy sorral, emlékszel? Igen. Nem, ugye nem engedték indulni. Így aztán beugrott szakkommentátornak az olasz tévéhez, pont előttünk volt a monitorállásuk, közvetítőállásuk az olasz kollégáknak. Bettin is kihúzódott a szélre, úgy látszik Bettin oda Dilukáékra teszi a kereket. Gusevet láttuk az orosz bajnoki mezben. Vladimir Gusev az Asztánából. Pedig a templomok völgye. Ez már Agrigento. Ez már a világbajnokság pályája volt. Itt köröztetek? Én nem. Kocsiban sem? Nem. Mi a profi, akkor nem voltak még a hivatásosok, magyar hivatásosok. Csak a teljes vezérkar átjött ide, aztán nézelődtünk. Hát akkor én hátradőlök, mert ez neked hazai terep, akkor mondjad, hogy mi van. Kanyar. Fa. Fa. Az a 15-ös kapu szerintem. Valószínű. És oda kell fölmenni. Kezd emelkedni az út. Itt a Agrigentói Akropolis. Agrakász volt a görög neve egyébként ennek a városkának. Na itt emelkedik az út, ami fölvezet a városba Dín elől, aztán mögötte ott van Millar, Van de Velde. Jól fölvezetik. Jó iramban jönnek, de hát itt majd még egyszer föl kell jönni.
Millár vezeti a mezőnyt. Ritkán szokott kiállni a nyerekből. Förster nem bírja a hegyet. Försteren van egy-két kiló súlyfelesleg. Ez nem az ő hegye. Robert Förster nem bírta az emelkedőt, ő majd egy simább szakaszon azért ott lesz a legjobbak között a sprinten. Agrigento jelképét látjuk. A templomok völgyében. Millár pedig továbbra is húzza a tempót, húzza a mezőnyt. Di Lucáék is helyezkednek. Vannak már leszakadók. Még nem, igazi szökés még nem volt, még csak ilyen vihar előtti csend van, de azért fokozatosan emelkedik a tempó. Ez volt a világbajnokság körpályája is itt. Ó, azért itt hátul már gondok vannak. Ott volt Contador 22-essel, nem volt neki semmi baj, hál' Istennek. Láttuk egy pillanatra. Itt jön majd a célegyenes. Még egy kör. Emanuele Sella is előre jön, ő is szeret szökni itt a vége felé. Millár pedig viszi a rózsaszínű trikóst. Soler is ott előre jön. A Barlevöldbe pirosban kiállva a nyerekből. Mindjárt a célhoz érünk, és akkor még egy kör lesz. Noch eine Runde. Baliani van ott elől. Balianira sokan tesznek egyébként, hogy ma jó lehet. De továbbra is Millár viszi a mezőnyt. Itt van mindjárt az egy kilométeres kapu. Nagyszerű pálya volt ez a világbajnokságon. Lőden ott van elől. Rebellin megy előre. Iglinski. Itt hátul pedig a gerebje bent van. Itt már sokan. A gerebje bent van. Stuart O'Grady volt az első mindjárt, aki itt kiszállt. Rickot látjuk. Na most látjuk itt Rickot. Bettini mellett. Hát ők nagyon nincsenek jobban egymással. Igen, nincsenek jobban egymással. Itt van Ricardo Ricco. Átnézett. Bettini vissza. Nagyon nincsenek jóban. Ott Klöden volt oldalt. Di Luca. A segítőivel. Hát most kezdődik a verseny. Klöden szépen könnyedén fönt fogja a kormányt. Rebellin ott Klöden mellett. Rico látszik. Azért most már látszik, hogy a az első emelkedő. Torzulnak a fejek. Már nyúlik a nyaka egy csomó embernek az első emelkedőnél, pedig 200 méter a szintkülönbség. Di Luca csoportja jön előre.
Joaquim Rodriguez is ott van. Azért a hegyi menők előre bújtak. Gaspar Otto is. A Briggs csapata. Hát ilyen lesz nem a befutó. Nem lesz ez egy egyszerű ilyen menet. És itt is azért folyamatosan 300 méter végig. Ez a kegyetlen nehéz világbajnokság. Főleg addig a kék kapuig ott volt meredek. Majdnem utolérte Chiappucci Lüklöblant a végén. És még egy kör. Ultima Giro. Itt minden bedobva. Fordított. Sima. Egy kis nosztalgia volt a 94-es világban neki körpályáról. Egy bő tízes még innen, 10 kilométer, bő 10, 12, 13 kilométer. No. Na, még Diluka eszik. Diluka csapata jött előre. Szakaszt szeretnének nyerni nyilván. Valetti, Bossiso, Ciarni, Ermetti, Glocser, Pietropoli, Savoldelli és Specialetti. Ott volt Savoldelli egy pillanatra. Azért szól ilyen sokszor a harang, mert ott jönnek a leszakadók, és nekik is jelzik még. Ennyi a különbség. Contador 22-essel. Uh-huh. Igen. És Contador mögött pedig Moletta. A Gerolsteinerből, a Bettini mellett. Nem Moletta, elég sovány. Diluka. Nehéz az élet. Kinézett. Van de Velde mögötte még frissített. Elkapta a kamera szépen ezt a képet. Rebellin jön ott. Ugye nem Rebellin a 91-es, nem ő az első számú, hanem Förster a csapatban. Hát Förster körülbelül most csöngetnek neki. Diukáik elől. Nem csak, hogy megszoktuk, hogy a legjobbak mindig az egyesre végződő rajtszáma, hát most a Rebellin 98-as. Ez az autópálya. Palermo-Catania autópálya. Kereszteződése. Még mindig? Ez már lélekharang lassan. Ott még, látod, mennyire le vannak szakadva, mindenkinek szól a harang. Jelzik a motoroknak, hogy mond van a zsűri kocsiból. Jó, hát Dilukáig szépen átvették itt az irányítást. Hát azért lesz ott még érdekesség. Ez egy gruppetto? Ez egy gruppetto már, igen. Ez komoly. McEwen-nel. 200 méteres hegyről van szó, amit meg kell mászni egyébként. Legalább 5-6 perccel később jöttek meg. Vagy ránézés, egy 30-40 ember biztos benne volt a gruppettóban. Igen. 197-ből. 196. Visconti. Kaiser párnyéból Perez Arango, Ripoli, Carpegs, Garcia, Perz, Rodriguez, Guillen és Pasamontes. Ez pedig itt Tonti, aki előre jött a Quickstepből. Andrea Tonti.
Niluka, Bettini, Zabel, Gasparotto, Nibali, Rebellin, Sosso, Pelizzotti. Pinotti. Óriási helyezkedés. Lemennek a másik oldalon. Liki Gáz csapata. Benatti, Karlström. Ez itt Vegelius volt. Vegelius, igen, ő az egyik fölvezető. Pelizzotti, Noé, a nagy öreg. Veszélyes kanyar jön. Itt fordulnak vissza, és belül az utolsó 10 kilométeren. Visszajöttek ugyanoda, ott jöttek be egyébként, és itt érkeztek vissza a körpályára. 8 kilométer még. Hát egyelőre helyezkedés folyik még. Ki hogy bírja a végét majd? És mennyire puskázzák el az erejüket? 54-jel mennek itt lenne a síkon is. Aztán is előre jön. Iklinszki esetleg, vagy Mizorov, vagy Bazsajev. Brakes, Liki Gáz, Astana van most elől. Kolom. 22-essel ott van Contador. Nem fogja adni magát Contador sem, egész jól forognak a lábai, nincs ott gond. Lastras is ott van, Kais Depárnyéből. Pont a felező vonalon megy, most iszik. Nilukáék csapata nagyon dolgozik. Zabel. Hát ebben nem lesz így lobogó Erik Zabelnek, hogyha itt van hátul. Viscontival beszélget. Hát ebből van nem lesz. Így nem. Meg amúgy sem biztos. Visconti. Az olasz bajnok. Gusev mellett már Pecs volt, aki bukott a edzésen. Hát 50-60-a lehetnek itt körülbelül. Na itt van Contador. Megjött a Quickstep is. Bettini. Igen. És jönnek előre a túloldalon. Az emberek. Rikóék. Ez a másik csapata. Oldalt a Szenyédi vál. Visconti elkaveredett a másik oldalra. 5,9 kilométer van még. Joaquim Rodriguez is ott van középen. A CSI-ből, ha valaki esetleg győzni tud, mondjuk Meggi, vagy Ogrédi, átverti a rózsaszínű mezt. 9 másodperc csak van csak a különbség. Ódi Lukáig kinyitották ezt az oldalt. Danilo Hondolt a másik oldalt, ő is helyezkedik ám. Di Giovanni csapatából. Hondo, Ivanov, Misaya, Nardello. Középen meg az Astana jön.
gyülekeznek a vonatok, melyik futna a csarnok első vágányra, és kimarad a külső C vágányon, azt majd meglátjuk a végén. Van Nevelde eléggé be van zárva ott. Már Bertini is, de hát Bertini onnan ki fog még majd törni valahogy. Misaya, Nardello, és ott van Contador. Ez itt nem Simoni, aki előre jött. De azt hiszem Simoni. Simoni volt. Igen. Előre jött a Giocattoli. Dicky Giovanni. 3,9 km van, innen már végig emelkedik az út. Itt kezdődik a tánc. Vissza kell menni a városba föl. Érdekes lesz a vége. Rebellin hogy jön előre ott oldalt? Gőzerővel. Ó, Bettini is helyezkedik Di Luca mögött. A Contador kiáll a nyerekből. Bettini van Contador ott van mögötte. Szépen emelkedik az út. Di Luca csapata vezeti fel a hajrát. Kirsten már kiállt. Ja, most azért még egy párral leszakadoznak. Majd. Még nem indult meg a nagy támadás. Egyelőre még a fárasztás megy. Nehéz 3,9 km itt a végén. Most kezd, mert az itt, út aha, ez itt meredek. Meredekebb ezzel a kanyarral. Igen. Vajon Bettini mikor indul el? Hihetetlen induló gyorsasága van. Ugye felérnek az Akropoliszhoz. Di Luca csapata. Azért érezhető tempót mennek, hogy innen senki ne tudjon nagyon megindulni. Contador néz körül. Bettininek kiaválnak. Most meredek megint. És tempó van, itt nem lehet most már bujkálni. Itt menni kell. Igen, menni kell. Di Lucának nagyszerűen vezetik fel, ott van mögött a Rebellin, még befrissít egyet. Ott van mögött a kiakasztó ember, de Bettin is azonnal Rebellinnel teszi a kereket. Az a kiakasztó ember, aki kihagy egy kicsit majd mögötte. De Bettini rögtön felismert, hogy úgy szeretné kihagyjanak mögötte, de hát ezt azonnal megvariálta. Contador is küzd. Más egy 2 kilométeren Klöden belül. Is ott van. Klöden is elő Klöden van, is igen. Itt van. Hát nézd, meredek a hegy. Időkülönbséget nem szabad kapni. Igen. Nyilván nem az lesz a hegyek királya, aki mondjuk most megéri szolta, ezt hogy a szakaszt. Most szólt, mint a evezősöknél vagy kajakénusoknál stroke, mikor veszol, hogy tessék ritmust váltani. Gaspar Otto is ott volt, itt van Contador. Szóval lehet, hogy nem az nyeri majd ezt a szakaszt, mellette aki a hegyi király lesz, de aki hegyeken jó akar lenni, annak most itt elő kell lenni. Itt van Gaspar Otto. Bettini, Rebellin, Di Luca visszanéz,
Még menni ez, kell, ez még menni kell. Ez hagyja őket, igen, hogy legyen igen, tempó. Igen, kevesen vannak, kevesen maradtak az emberei. Ne tudjon senki megindulni igazából. De hát nem megy, mert lassul, lassul a tempó. Igen, bizony, 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 bizony. Majletti nem bírja a tempót. Nem bírja már a tempót. Visconti is leszakadt. Igen. Most kéne még Majlettinek még hát egy kicsit meghúzni vicsorog. A tempót. Itt vicsorog nagyon. De innen megint meredek, innen megint meredek. 1500 méter van még, nem bírja már tovább. Piepoli, Sunil Duvalból, Riccót kereste. Na, elfogytak az emberei Dilukának. Egy elfogytak van még elő, bizony. De már ő sem egy nagy tempót. Gondolom nem így tervezték, hogy ennyivel a vége előtt fogjanak ki, de hát ez van. Piepoli. Di Luca, Rebellin, Bettini, Emanuele Sella is ott van. Most megint jól elkapták a fonalat. Na, kiindul meg. Contador kiáll a nyerekből. Pelizotti is ott van. Mindjárt jön az egy kilométeres kapu. Itt azért még ez nagyon meredek. Riccónak most vezetik föl. És Di Lucának mennie kell most már. Ó, elmennek ott mellettem. Joaquim Rodriguez indult meg. A Kárzé párnyéból. A spanyol bajnok. Mennyire bírja a végét? Hoppá! Nem lesz-e korai? Nem lesz ez korai? Rodriguez elől. Még mindig. Ó, nagyon-nagyon meg... Ült a mezőn, Joaquim Rodriguez. Bevállalta rendesen. Még ott fölérnek, még onnan azért van. De. A Rebellinék jönnek, Di Luca, Riccó van. És Piepoli ugye az utolsó felvezető embere. És Pelizotti van még Pelizotti, ott. Igen. Joaquim Rodriguez lehet, hogy hazaér. Ezt megnyeri. Bettini se bírja. Bettini is megadta magát. Hazaérhet. Joaquim Rodriguez hazaérhet a kis spanyol külön idővel. Na, mennyi van még? Ó, itt van, ő már fölért. 400 méter körül van. Közelítenek egyébként, de nem fogják utolérni. Jókor indult. Persze majd akkor, hogyha megnyeri. Jön Di Luca, hozzák Di Lucát. 100 méter van, oda néz, és lehet, hogy utol fogják érni, nem bírja. Nem bírja, nem bírja. Riccó jön. Nem Riccó. Piepoli? Akkor Piepoli, nem? Nem Piepoli. Na, mond. Na. Hát minden esetre Rebellin harmadik vagy negyedik lett, és Di Luca is ott volt. Capelli szerintem, vagy Benitez. Riccó volt akkor. Riccó volt. Örültek ott a szönyédi válaszok már. Igen, Riccó volt, mégiscsak. Di Luca második. Na, Riccó második szakasz győzelme a Giro történetében. Mit van, igen, el is írja magát. Majdnem. Possibile questa vittoria la dedico a loro è tutta la mia micsoda erő volt benne, hallod, nézd oda. A harmadik Di Luca megy még, és Rebellin. Vai, a voi. Igen. Di Luca, Pelizotti és Rebellin volt ott. Utolsó métereken érték utol Joaquim Rodriguez. Hú, de elfáradt a végére, bemerevedett Rodriguez. Megerősödött ez a fiú. Mm.
Ricco, Di Luca, Rebellin, Pelizzotti és Savoldelli volt az ötödik. Megérkeztek Agrigentóba, nem volt valami fantasztikus nagy tempójú szakasz, a vége volt kemény, itt a városban ez a kör. Gruppetto, Greipellel. Jó idő jeligére. 34-35-ös volt ma az átlag egyébként, hát ők nem lépték túl. Itt a végén is egy gyorsítottak fel az utolsó 20-on belül. Bettini nincs formában. Nincs. Szenvedett. Szenvedett és izzadt. Mert hát ez abszolút az ő stílusa lett volna egy ilyen hegy, egy ilyen befutó. Hát ha ezt nem bírja, nyilván a nagy hegyeket sem fogja. Az amúgy se bírta volna így. Az összetetben Pelizzotti átvette a vezetést egy másodperccel. Nem tudta 2-3 napig megtartani Van de Velde a rózsaszín trikót. Di Luca negyedik helyre jött föl. Spossoni Hájroddal az ötödik. Ricco letette a négy jegyét. Kétség kívül így van. Szóval tényleg ez még nem egy akkora nagy hegy volt, de látszott, hogy ki az, aki erős. Nyilván aki most itt nem volt itt, az nem lesz ott a fedáján sem. Hát ez nagy valószínűséggel így van. Egyelőre úgy tűnik, hogy Ricco nagy formában van, de hát korai, egy 3 hetes verseny. Első hetében nem szabad még formában lenni. A verseny végére kell formába kerülni. Hát majd meglátjuk. A templomok völgyét mutatják megint. A romkertet. Fiatalok közül Sorensen vezet, Possoni, Martin, Cavendish, Nibali előtt. Di Luca nagyon túlszervezte az életét. Elfogytak az emberei, nem? Ugye úgy az volt az érzés, az embernek túlszervezte. Második szakasz, második rózsaszín trikósunk van. Franco Pelizzotti. Holnap Catániából indulnak, megkerülik a... Itt a egy trikó, Emanuele Sellaé. Lőszli a második, Cardenas a harmadik. Hát holnap az elején van egy kisebb dombocska, és a táv utolsó 100-110 kilométerre teljes síkon megy, úgyhogy megint hajrá váltó. Valószínű, hogy az Etnából nagyon sokat fogunk látni majd. Igen, mert pont körbe mennek. Hatalmas hegy. Lehet, hogy látjuk még a kis dzsippeket is, ameddig föl lehet menni busszal, és onnan ilyen dzsippekkel visznek föl. Uh-huh. Olyan, de holdbéli táj. Teljesen ilyen szürke kövek. Van ott egy jó kocsma. Ott, ameddig föl lehet menni kocsival. Több is. Egyre emlékszem, ott megálltam. Többire már nem. És mondtam, nekem nem kedzsip. Na, hát itt volt a befutó. És Ricardo Ricco megkapja a díjat. Pelizzotti pedig átveheti a rózsaszínüm, ezt még úgyse volt rajta.
Van de Velde nem bírta az emelkedőt. Hát igen, ez egy más műfaj. Görög romok Krisztus előtt. Itt egy kis seprűvel elbabrálnánk napokig. Klassz kis város lehetett egyébként. Itt van Valle dei Templi, templomok völgye. Várjuk, hogy érkezzen Rico az eredmény hirdetésre. Gondolom már az összes TV csatornának adott interjút, flash interjúkat. De egy olasz hölgynek biztosan, aki állandóan ott van, a nagy szemüveges. Minden körülmények között. Ott pedig már a tenger. Itt a Akropolis 2. Hát a holnap, amerre mennek Catania felé, és kerülik ugye az Etnát, ugye Taormina, ott az is gyönyörű rész, hát ó, ott is van egy nagyon szép régi római kori rom, egy amfiteátrum-szerű. Joaquin Rodriguez majdnem hazaért. 100 méterrel a vége előtt csapták hátba, így járt. Nagyon elmerevedett a végére, és Rico milyen ritmust tudott váltani. Távolodik Dilukáéktól. Átadják a trikókat, csak nem látjuk őket. Az érdekes. Lehet, hogy azt kérte a szicíliai polgármester, hogy nem mutassák a díjátadókat. Nem tudom, most azt mondták nekünk, hogy egy perc múlva el kell búcsúznunk, addig még miénk a kép. Ezek a nézkő ez törések. Itt azért illuminált állapotban nem ennyi oda ki hát nem. Este. Illuminó nem, de nincs alagút. Signore Grappát ne keresd itt. Agrigento, és ott pedig már a földközi tenger, gyönyörű város. Rico, aki megnyert a második szakaszt, most őt hívják közben, pedig Agrigento. Hát mi nem fogjuk látni, mert búcsúznunk kell, úgyhogy holnap jövünk a folytatással. 3 órától itt az Eurosporton. Köszönjük szépen már a figyelmüket, Sipos Jánost és Knézi Jenőt hallották. Viszontlátásra!